Kedves nézőink, ma esti vendégünk Fazekas Tamás, Fazekas Tamás Diák Judo Klub alapítója. Jó estét kívánok, Tamás bácsi! Rengeteg téma van, amiről beszélgetnünk kell. Köszönöm szépen a klub nevében a lehetőséget, hogy egy távoli utazásról és az előttünk álló hétvégi tehetségkutató versenyről tájékoztathatom az ajkai kedves nézőket. Kezdjük először az utazással. Nem mindenkinek adatik meg egyrészt az, hogy 70 éves lehet, másrészt azt, hogy a családja meghívja Tókióban. Tókióban járt, gondolom rengeteg élménnyel gazdagodott. Hát köszönöm szépen. Valóban így igaz, hogy a 70 évet meg kell élni, de rajtam kívül nagyon sokan megélték és jó egészségbe. Az én ünneplésem az kicsit hosszú történet, mert igaz, hogy gyerekkoromban, ifjúkoromban sportoló voltam, de én tornáztam. Hát Pécsett az egyetemi főiskolás csapatban, meg azelőtt a középiskolában én országos szinten tornáztam, Ajkára kerültem, amikor a tímföldjár fejlődött a 70-es évek elején, és itt erre volt lehetőség, hogy a második sportágamba próbáltam el valamit tenni, elsősorban tenni az ajkai fiatalokért, és nagyon-nagyon hosszú ideig igazán csak, mint tanár vagy nevelőedző működtem. Eredetileg műszaki ember voltam, később a privatizáció kicsit a tanárság felé átirányított, de a műszaki végzettségem mellett is volt tanári végzettségem. És amit örök életemben mondtam, hogy más népek kultúrájának megismerése az bennünket erősít, az élet azt meghozta, hogy a családom összefogott, a széles nagy rokonság, és ezt adta nekem ajándékul úgy, hogy a lányom, ajkaiak talán úgy jobban ismerik, hogy a Fazekas Judit, aki Grazban él, férje kíséretével, férje által összeállított programmal, és az ő nyelvtudásával bátran nekivágtunk egy tokiói kalandnak. Ezt sikerült teljes titokban tartani az utolsó napig? Tehát ezt úgy kell elképzelnünk, hogy egyik este szóltak, hogy Tamás bácsi, csomagolj, légy szíves, mert most 10 napig kiküldetésbe visz? Nem. Én amikor ezt megtudtam, hát akkor napokig nem tudtam másképp gondolni, mint így elégzékenyülve. Muszáj volt szólni időben, hiszen nem volt útlevelem. És az útlevelet azt el kellett készíteni. Ez szerencsére nagyon gyorsan, flottul ment, és hát így kiderült, hogy ez az útlevél, ez használva is lesz, nem csak a fiókba kerül. Könnyebben működik, nem kell hozzá például valutalap. Nem kellett. Meddig tartott az út? Tokió azért nem itt van a szomszédban. Érdekes volt a vállalkozás, hiszen elindultunk Grazból Münchenig, Münchentől Tokióig. A helyi járat az ugyanaz volt, ugyanaz a Lufthansa, amit Münchenben egy Airbusra szálltunk, ami a korábbi évek tapasztalatai ellenére Münchentől Tokióig nem szállt le. Míg korábban voltam Ulaanbaatarban, útközben tankolni kellett a repülőnek, ez nem, ez gyönyörűen jobbára a Észak-Oroszország fölött repült, tehát Tyumennél láttuk, hogy azért égnek azok a lángok, mindegy, hogy gáz vagy olajkitermelés, jártunk az őseink földjei fölött, és nagyon szép, gyönyörű repülőúttal jó időben megérkeztünk. Érdekessége a nyári repülésnek a télvilivel szemben az, hogy nem volt teljesen sötét az éjszaka, hanem mivel elég éjszakon mentünk, olyan kis széle volt, tehát derengően más színű kék volt az ég, nem korom fekete sötét, és gyönyörűen jó időben érkeztünk Tókióba, gond nélkül. Igen. Megérkeztek Tókióban, ott ugye szintén említette, hogy elég nagyok a távolságok. Összemérhető az ottani metrórendszer mondjuk a londonival? Mert én egy kicsit abba belekavarodtam a csekély nyelvtudásom ellenére is. Igen, én úgy gondolom, hogy ez más világ, modern világ és nagyon szervezett. Több metró, több magas vasút és több egysínű vasút működik együtt egy időben,
és előfordul, hogy ugyanazon az állomáson, ahol éppen magas vasútra várunk valamelyik színű vonatnál, hirtelen egy egészen modern vonat átmegy megállás nélkül, igaz, hogy kicsit lassít, de hihetetlen a szervezettség, a pontosság, és ami a meglepő, a tisztaság. Bármelyik metróállomást, vagy bármelyik magas vasutat, mintha akkor nyitották volna ki, és a számunkra elképzelhetetlen embertömeg az, aki az utazásban részt vesz. Egy ember tud a lépcsőn fölfelé menni, és egymás mellett három vagy négy lefelé, hogy gyorsítsanak a közlekedéssel. Ez a szisztéma a mozgó lépcsőkkel, ez rendszeres a magas vasutaknál, metróknál. Mennyire volt zsúfolt a programja, ugye említette, hogy Péter volt az idegenvezetője, mennyire tűzdeltette le a napokat programpontokkal? Hát ha viccesen mondjuk az utazásunk célját, az első napokban teljesítettük, igazán a cél az volt, hogy megnézni a Kodokánt. A Kodokán az a judo egyetemnek számít, ott van a történeti múzeuma, és ott a mai napig is nagyon magas színvonalú judo képzés tartanak. Ott volt szerencsém gyermek, felnőtt, versenyző edzést nézni, és nagyon csekély jelképes összeg befizetése mellett én magam is vehettem részt ténylegesen edzésen, és hát azt kell mondjam, hogy nem nagyon voltak 70 évesek, amikor a judo passzusomat, igazolványomat megmutatta, mindenki mondta, igen, de mondom a másik felét, amikor mestervizsgára formagyakorlatokat gyakoroltak, hogy egy edzésen 14 magas danfokozatú mester ült ott, aki tanította azt az ott lévő 20-25 embert. Ez elképzelhetetlen Magyarországon. Érdekes dolog ez. Egyik barátom a kendóval foglalkozik, és ő nála, mintha fordítva lenne, kendósoknál meg az a jellemző, hogy a nagyon magas életkorban is még aktívan sportolnak a kendó sportolók. Hát nekünk elképzelhető, hogy a formagyakorlatokat gyakorlóknál van sokkal több középkorú vagy annál idősebb ember, küzdelem nem jellemző, az valahol ott a 30-asoknál igazán megáll. A nemzetközi életkor is megy lejjebb, tehát világversenyeken is a fiatalok szerepelnek jól, de érdekes a tapasztalata, minden japán bajnoksága, arról annyit szeretnék elmondani, hogy több tartományból, abból a rengeteg elmondhatatlan, mert fogalmam sincs, hogy mennyi judózóból körülbelül 40 ember tud bekerülni erre a bajnokságra, és ez a hagyománytisztelet mellett súlycsoport nélküli. Tehát rendszeresen a 130-140 kilósok ellen küzdöttek 80 vagy 90 kilósok. Hát a végén azért tényleg olyan nyert, aki olimpikon és világbajnok, de a 100 kiló fölötti. Ezt gyakorlatilag nevezhetjük a judo ünnepének is? Ő náluk igen, hiszen a japán nemzeti ünnepén tartják ezt tradicionálisan, hagyományosan, ez április 29-e. És ünnepnapon ünnepi rendezvény, nagyon különleges formaságok mellett, és a megszokott versenyektől eltérő formában és módon, tehát hagyománytisztelően, és a bizonyos negyeddöntők, nyolcaddöntők között formagyakorlat bemutatók voltak, férfi-női a legkülönbözőbb és nagyon magas színvonalon. Találkozott-e ismerősökkel? Mert azért gondolom, Japánból időnként ellátogatnak hazánkba is prominens képviselője Cselgáncsnak. Nem volt rá alkalmam. Tehát én ott nézőként voltam, az ilyen versenyeken a vonalak mögé kerülni, ahhoz tiszteletjegy kell. Az én jegyemet is egy Japánban, de nem Tokióban élő Magyar Judo Szövetséggel kapcsolatban álló ember vette meg, és juttatta el a szállodába,
de a héten az előző napi ünnepen kívül még két ünnepnap volt, a gyerekek és a fiatalsági, ezért aki Tokiótól távol áll és a munkája nem szólítja oda, ő a családjával ünnepelt, tehát személyesen nem tudtam találkozni. Abban egyeztünk, hogy majd Budapesten megköszönöm, ha itthon lesz, és ez más, tehát ez nagyon másképp. Tehát nem mindenkinek adatik meg ez a lehetőség sem, hogy jelen lehessen a versenyen. Nem nagyon volt európai a versenyen. Franciákkal találkoztam, angolokkal, akik a Kodokánon gyakoroltak, ők ott voltak. Bizony érdekes dolog volt, hogy találkoztam japánnal, aki a súlyemelő szövetségben dolgozik, és hát angolul, oroszul és egyéb nyelveken velünk nagyon aranyosan beszélt, és hát nem volt nehéz észrevenni bennünket, mert kicsit más a bőrünk színe, meg nálunk volt a magyar zászló is. Csináltunk fényképet, és látták, jöttek oda gyerekek autogramot kérni. Hát ez így illik, hogy azt találkozunk. Ott mi voltunk a kuriózum? Nézők között is. Mi történt a versenyen kívül? Volt-e idő városnézésre? A városnézés az egy külön dolog. Japánban az a divat, hogy a hotelokban olyan a reggeli, ami egy reggelinek és ebédnek felel meg. Ez alatt azt kell érteni, hogy őnáluk a zsemle, a kenyér helyett általában rizs van. És valamilyen készételt, vagy húsételt, salátával, rizssel tesznek oda, kávé, üdítő van, de a zsömle, vagy ilyesmi, az kuriózom, felvágott ugyanúgy kuriózom. Az nem nagyon van. Nem pótolják mondjuk hallal? A hal ételek is léteznek, de amit ugye mi olvasunk könyvben és találkozunk vele, a sushi az különleges étel és távol áll a mi európai étkezésünktől. Én is szerencsére kísérleteztem, próbáltam megtanulni pácikákkal enni, és milyen sikerrel? A nagy élményem az volt, hogy a szállásunk az bank és üzleti negyedben volt, tehát meglehetősen Tokió belvárosában Suidobashinak hívják, a főpályaudvartól gyalog nem volt 20 percnél több, tehát nagyon sok helyre tényleg gyalog el tudtunk menni. De elképzelhetetlenül sok viszonylag olcsó étterem van, ahol az ő tészta levesük az nagyon finom, és tudom bárkinek ajánlni, az abból áll, hogy az ő hosszú, vékony metélt tésztájuk, és egy húslevesszerű dolog mellé még akár gombát, akár valamilyen apróra vágott húst adnak. Ez eddig mind-mind rendben van, csak éppen kannalat nem adnak hozzá. És a tartalmát azt megeszik a pálcikákkal általában, és a levest azt a tányékból kiisszák. Most volt olyan hely, ami elegánsabb volt, ott a hölgyek nem nagyon itták így tányékból ki a levesnek a végét, hanem volt fakanál, tehát nem a mi hagyományos, hanem egy fakanál, abból egy-két falatot hozzáettek, de nem ez volt a jellemző. És a legöltönyösebb, legdolgozóbb is bizony olcsó étteremnél megállt étkezett, a étterem meg pedig minél magasabbra sikerült egy toronyházba menni, annál drágább volt 3-5 vagy 10-szerese ugyanaz az étel, mint amit a földszinten vagy az első emeleten lehetett megenni. Ez is Tokiónak egy sajátossága. Tokió világváros, egészen más, és elképzelhetetlen fejlődés van magában a városban. Mi átéltük azt a vasárnap hajnali földrengést, ami 6-os körüli volt, 60 kilométerre Tokiótól, és azt éreztük az ágyban, hogy hát 5-6-szor ide-oda ment velünk az ágy, minden, mi a 8. emeleten voltunk, egészen biztos, hogy centimétereket minden mozgott, minden zörgött,
A vőm kiugrott az ágyból, földrengés van. Mi van? Már húzza magára a nadrágot, mindent, kinéztünk az ablakon, ott bizony senki nem szaladgált sehova, hangjelzés az volt, de semmi ilyen különösebb, és valóban ilyen földrengés biztos épületeket tudnak építeni, hogy nem a 8., hát a 44. vagy 50. emeletek is mozognak, de stabilak. Van bent tapasztalatok, náluk van a világon az egyetlen olyan kutató laboratórium, ahol a 10-es erősségű földrengést még tudják szimulálni. Hát tehát az nagyon nagy lehet. Játszanak ezzel, meg tudják oldani, de mindenképpen ez egy csoda, és büszkeséggel tölt el bennünket. Még Tokióban szeretném elmondani, hogy Tokióban önmagában annyi kulturális érték van, és annyi kulturális értéket ápolnak, tartanak olyan formába, hogy az megmutatható angol feliratokkal megérthető, tehát nem csak a japán írással lehet találkozni, és a múzeumok, a nemzeti helyek sokasága olyan, hogy mindig szokták kérdezni, hogy és itt-ott voltál-e? Hát sajnos az idő olyan volt, hogy a Fujit nem láttuk, Kiotóba nem mentünk el, az a régi császári város, de ezeket a dolgokat megtaláltuk Tokióban. De ennél sokkal érdekesebb, hogy hihetetlen, hogy abban a nagyvárosban mennyire őriznek és vigyáznak minden zöld területet, kisebb és nagyobb parkot, és hogy milyen nagy az érdeklődés, akár iskolások, akár más csoportok mennek, nézik és találkoznak a természettel. Tehát ez volt egy olyan tapasztalat. Volt a másik tapasztalat, amit szeretnék elmondani, hogyha a metrón, mert át lehet látni az egyik kocsiból a másikba, vagy a magas vasúton, ült 50 vagy 100 ember, mindegy, hogy idős vagy fiatal, abból legalább 90 nyomta a játékot a kezébe. Úgy látszik, a japánoknál most ez a divat, nem nagyon beszélgettek, velünk szemben udvariasak voltak, és általában udvariasak voltak a lefelszállásnál és egyéb dolgokban. Mindenképpen elmondhatjuk azt összegzésképpen, hogy életre szóló élmény volt. Ez nagyon nagy élmény, és csak megköszönni tudom a családomnak és a rokonságomnak, vagy barátaimnak, meg nem csak a közvetlen család segített ebbe, és gondolom én, hogyha én ezt a tapasztalatot feldolgozom, annak csak előnye lesz még abban a hátralévő néhány évben, amit én gyerekekkel fogok foglalkozni. Már azt gondolom, mi sokat tanultunk belőle. Én külön hadd köszönjem meg Péternek, hogy a Facebookon azért közvetítette a képeket, és láthattuk a tonhalat, a kirándulásokat, az egyes versenyeket. Át is kell, hogy térjünk akkor a másik fontos dologra, amiről beszélnünk kell. Hétvégén újra judó verseny lesz, mégpedig a Padrakúti sportcsarnokban. Szombaton 10:30-as kezdéssel. Mit kell tudnunk erről a versenyről? Ez új elnevezés a judóban, a tehetségkutató verseny. Ez igazán a helyi diákolimpiáknak egy új megnevezése. Évelején még nem engedték, évközben megváltozott, tehát ez a Diákszövetség és a Magyar Judó Szövetség gondja, baja volt. Ki erőltette? Egymás között vagyunk, megbeszélhetjük. Fizetni kellett volna a névhasználatért, és ez elrendeződött, hogy nem kellett. Tehát mi akkor már tehetségkutatónak írtuk ki, és tartalmát tekintve egy diákolimpia, és Ajka környéki és Veszprém megyei klubokat várom elsősorban. Két tatamin, és nagy örömmel mondom, hogy a két tataminak nagy része Ajkaváros önkormányzati támogatása, a küzdőtér, és egy része a mi munkánk eredménye alapján a Magyar Judó Szövetség támogatása, tehát a küzdőtér önmagában alkalmas már versenyzésre, balesetmentes judóra. A szélén még csak a régiek vannak, de bízunk benne, hogyha ez a folyamat elindult, előbb-utóbb kicsit megújulunk mi is, és a felelősség is ebbe az, hogy nem szabad olyan körülmények között versenyt rendezni, ami a baleset veszélyt magában hordja. Ez az első alkalom, hogy ilyen tatamin tudunk versenyt rendezni. Akkor nagyon izgalmas év ez mindenképpen. Az idén ugye az Egyesület is jubilált, akkor most egy kicsit felgyorsultak az események. Milyen korosztály lesz itt? Kik lesznek a legkisebbek?
hol lesznek a legnagyobbak? Általános iskolás gyerekektől felnőttekig van kiírva a verseny, de a versenykiírás amatőrje arra utal, hogy a kezdőket, vagy a kevesebb tapasztalattal rendelkezőket várjuk, hiszen a legjobbaknak megvannak az országos versenyek, a bajnokságok és a nemzetközi szintű versenyek. Mi ezt így gondoljuk, hogy ez a szülők anyagi teherviselésének is megfelel. Itt egy kicsit akkor a tehetséggondozás mellett a sportág népszerűsítéséről is szól? Mindenképp, hiszen akiket például én tanítok, káptalanfán és általános iskolás gyerekek, ő nekik Veszprém, Pápa, Tapolca, Ajka esetleg elérhető még, arra is kell gondolni, hogy kisebb helyen még nehezebb megszervezni ugyanazt, mint egy városban vagy nagyobb városban. Milyen időtávlatban tervezik? Ugye reggel 10 óra 30-kor van a kezdés. Ha jól tudom, mikor tervezik az eredményhirdetést? Igen. Ezek folyamatos lesz. Igen, majd az a versenykiírás is, bocsánatot kérek, versenykiírás is ezt tartalmazza. A tapasztalatunk az, hogy a legfiatalabbakkal kezdjük, és amint egy korosztály küzdelme befejeződött, tehát most, hogyha 10-36 mondok, akkor 11:30-12-kor már a legkisebbeknek befejeződik a verseny. Épp a rossz tapasztalat miatt csináljuk ezt, mert sajnos előfordul, hogy több korosztály van országos versenyen egy helyen, mérlegelnek 9 órától 10 óráig, és elképzelhető, hogy csak este 6-7 órakor versenyeznek. Hát gyerekeknél ez nem szabad, főleg ha mi szervezzük, a nagyobbak vagy idősebbek mérlegelése az későbbre is került. Ő nekik elég például délre vagy fél kettőre oda jönni. Hogy találták meg a helyszínt? Rudi ugye kicsit megszállottja a labdarúgáson kívül a judónak is. Kicsit kiüresedett a sportcsarnok, gondolom örül, hogy megtelik most majd élettel ígyre. Hát a Karika Rudolf úr nekünk elnökünk volt. Mi, ha ő neki megváltoztak a körülményei és a dolga, azt nem felejtjük el. Mi a barátságot tartjuk, és ha lehetőségünk van, azért élvezzük az ő vendégszeretetét, illetve hát mi megviszünk egy programot, egy műsort oda a Padragi város részbe. Hát ez szerencsére már a negyedik ilyen verseny, hiszen előtte 3-at már rendeztünk ugyanitt, és a célnak ez a helyszín tökéletesen megfelel. Nem tenne jót egy versenynek, hogyha üres és kongó csarnokban ott lenne az a 50-100 gyerek, annyi felnőttel, a mi csarnokunk az 1500 fős. Tehát amikor mi nagyobb versenyeket rendeztünk, nagyobb létszámút, akkor megfelelt. Most nem vagyunk felkészülve, és tataminak is erre alkalmatlan. Tamás bácsi, nagyon köszönöm, hogy eljött. Sok sikert kívánok akkor a hétvégéhez, és akkor szeretettel várjuk vissza egy későbbi alkalommal egy bővebb tokiói beszámolóra. Ha búcsúzhatok öntől az ön köszöntésével, biceps. Viszontlátásra. Viszontlátásra, kedves ajkaiaknak is.